Nagy értékű, mintegy 400 kg-nyi tönkölybúzaliszt érkezett Várpalotára, melyet a Molnár Mária Szociális Szövetkezet boltjához szállítottak. Az adományt Katona Csaba alpolgármester vette át. A tönköly-lisztet az ünnepek közelettével a térségi népjóléti gondozási központ munkatársai osztják majd szét a rászorulók között. A Titkokháza Nonprofit Kft. Ez fehérvári illetőségi cég, amelyik egyébként részben foglalkozik szociális dolgokkal is, és nekik van Sárbogárdon olyan termőhelyeik, ahol elvileg tönkölyt termesztenek, és ennek a feldolgozásával készül az a liszt, amelyiket most felajánlottak a várpalotai rászorulók számára. A Népjóléti Gondozási Központ fogja majd szétosztani. Ez viszonylag nagy kiszerelésben van, tehát 5 kilós kiszerelésben, és kétféle liszt, tehát van egy sima fehér liszt, ami ugye koptatott szemekből készül, és van egy teljes kiőrlésű. Spelta néven forgalmazza maga a cég, és itt a boltban is lehet kis kilós kiszerelésbe kapni. Ugyanarra lehet felhasználni egyébként, mint a normál liszteket, viszont az élettani hatásai és a beltartalma jóval meghaladja a ma az üzletekbe található liszteket. Ugye a spelta ez egy nagyon ősi gabonafajta, amelyiket egyébként az is szorított háttérbe, hogy a terméshozama ugye jóval alacsonyabb, mint egy mai gabonának, viszont a beltartalma meg sokkal nagyobb, mint egy mai gabonafélének. Tehát itt a fehérje tartalma, a rost tartalma, tehát egyébként akár cukorbetegek is fogyaszthatják az ebből készült termékeket.